előszó. Ez egy Facebook poszt, amit most szeretnék felolvasni. Egy jó régi Facebook poszt. Kezd kibaszottul elegem lenni ezekből az önjelölt igazságosztókból a YouTube-on. Állandóan a szokásos, csak elmondom a véleményem sablonszöveg mögé bújva, nulla rálátással azt hiszik, hogy ők lesznek a frankók. Mert ők megmerik mondani a tutit. Hiszen ők a nagy hősök, akik szembe mernek szállni a kis álomvilágukban létező zsarnoksággal. Nem tudom, mit szívtatok, de adjatok nekem is belőle. Az ajahuszka ahhoz képest egyszerű vérmérséklet növelő lehet, bazd meg. Aztán, ha felkeresi őket a videós, hogy ez mégis mi a szájba kurt retek volt, fülüket, farkokat behúzva csicskulnak be. Megsugom nektek, édes drága egyetlen kicsi szíveim, hogy amit ti csináltok, az demagógiának hívják, nem pedig véleményformálásnak. Nem vagytok többek egyszerű szánalmas nyomorult trolloknál, akik annyira belefáradtak már, hogy nem kapnak enni, hogy egy olyan platformot választottak maguknak, amelyen nem provokálásra való reakció, hanem a feliratkozó szám jeleníti meg ezentúl a táplálékukat. Jelenti a táplálékukat, bocsánat. Azt hiszitek, ti vagytok a YouTube megmentői, akik majd megmutatják, hogy van igazság, akik úgy hiszik, hogy az elnyomottakat emelik fel, és elpusztítják a YouTube celebeket. Csak tudnám, hol láttam már hasonlót. No way! Sziasztok! Én önjelölt igazságosztó vagyok, hosszú ővel írva, mert ez valami nyelvtani anomália. Ha felkeres egy adott videós, akkor behúzom a fülemet, a farkamat. Viszont most akkor nézzük meg, hogy ez a videós, aki ezt a posztot írta, vajon meg fog engem keresni, és behúzom már a fülemet, farkamat. Vagy esetleg netán ő fogja. Nem vagyok ideges. Tehát itt van megint egy youtuber, aki kihasználja a kiskorú lány nézőit, manipulálja őket, és még dolgoztatta is őket. Vajon hány ilyen beteg fasz lehet még? Ez kibaszott gyomasztó, de kiről is van szó? Kiről is van szó? Az imént felolvasott Facebook poszt alapján nem jöttetek rá, lehet, de annyit szeretnék mondani, hogy gyakran tipolja földbe a nézőinek a vattpad történeteit egy kicsike nézettséget cserébe. És belekötezetnek a gyerekeknek a helyesírásába, a gondolatmeneteibe, mindenbe beleköt. Hogy hívnak? Kérdezte kérdőjel nélkül. Ez valami nyelvtani anomália. Csak így kisgyerekeknek a műveit, amit mondjuk így én sem tudom, hogy miért írják le meg ilyenek, de ott van az interneten, olvasgassák egymás kis szarjait nyugodtan. Tehát ez egy tök király platform. Én engem nem vonz, de valakinek biztos tetszik, biztos vannak rajta nagyon-nagyon jó történetek is, de az, hogy egy 11-12-13 éves kislánynak a történetét te elolvasod és videóban lefikázod, utána pedig ő már azért nem fog merni többet írni, hogy nehogy bekerüljön egy NABU videóba, az baj. Jézusom, mióta vágom ezt a videót, vagy 70-nel csökkent az IQ-m. Miért is mennél babám suliba? Persze, lók csak egy szigeti nétörjét, lók de racskó matek óráját is, passzold az érettségit, menjél plázázni 22 éves kororig, járjál műperikűröshöz, de ne készítes túl hosszút, mert rozsomák karmokkal elég nehéz lesz a szakmát végzése közben kényelmesen megbarkolni a... Szóval megalázod őket, és ebből szeretnél megélni, I guess, mivel gondolom munkád nincs, de ha van is, akkor inkább azt csináld, és ne a YouTube-ot. Mindegy, ez egyenesen undorító, de amúgy én nem vagyok egy olyan nagy snowflake, meg semmi ilyesmi. Nem ettől fogok elolvadni, ez nem ér meg annyit, hogy egy videót csináljak erről a féregről. Viszont, már először is hallottam erről az emberről, tudtam, hogy elmebeteg. Látni lehet a videóiban, hogy tényleg egy olyan karakterben én, amit ő magának talált ki. Big funny. Mi a fasz? Ez beteg! Köszönöm szépen a figyelmet! Tesó! És boldog mi? Jézus, ember! Ennek miért van 55 ezer feliratkozója? Ez ijesztő volt, nem vicces, geci! Mi a fasz? Miért van 55 ezer feliratkozója? Nem tudom, bro! És miért van majdnem 10 millió megtekintés a csatornáján? Ja, para. Ezt leklippelem, geci. Épp elmű ember nevet így? Mi a fasz? Olyan szinten a saját karakterében él, hogy a karakter neve Palcsú Ákos, de a barátnőjével is Ákosnak hívatta magát, mindenkivel Ákosnak hívatta magát, mert a saját énjét már régen elzárta a fejében. Tehát ezt a nevet én azért mondom ki, mert neki nem ez az igazi neve. Nem is értek személyiségi jogokat.
így van fenn Facebookon, így van fenn mindenhol. Azt hiszi magáról, hogy ő egy sármos anime karakter, aki bármit megcsinálhat, bazd meg. Bonjour, utazók! Üdvözöllek titeket az ezúttal már a negyedik alkalommal megrendezésre kerülő évvégi montázs műsorban. Én Viki vagyok, és köszöntsétek velem együtt a házigazdát, Parcsú Ákost! Köszi szépen, Viki, de jó újságíró, nem mond olyat, hogy megrendezésre kerül. Úgy hiszem, ez az év mindenki számára egyet jelentett egy evilági purgatóriummal. Olyannyira hiszi ezt, hogy tényleg ez nem a születési neve, és hazudott eddig mindenkinek. Sem a keresztneve, sem a vezetékneve nem ez, de oké. Kitalált magának egyet, hát persze, ez egy perszóna, nyilván nekem sem Monina nevem. True. Viszont már koráról sem mondott igazat. Konkrétan, amikor már pár hónapja együtt voltak az akkori barátnőivel, akkor ő derítette ki egy szülinapi tortás kép alapján, hogy amúgy hazudik a koráról, közel jár a 30-hoz. Szóval, ja, aminap rám írt egy lány, aztán még egy... És mutatták, hogy van még pár, aki tudna mesélni erről az egész történetről. Szóval, itt van az, ahogy ezen a lányok nyilatkozni fognak. Nekem nyilatkoztak. Elmesélik a saját szavaikkal az üzeneteket. Nem a lányok fogják felolvasni, hanem egy barátom, mert szeretném megőrizni a hölgyek anonimitását. Szóval, először is egy lány, aki akkor 15 éves volt, most be fog számolni arról, hogy Nabu groomolta. A grooming szó jelentése az kicsit kérdéses szerintem Magyarországon, de gyermekek szexuális kizsákmányolása gyakran online, nem feltétlen képcsere formájában, de így egyéb szexuális beszélgetés per cselekmény formájában történhet. Lehet rosszul fogalmaztam, de nem is ez a lényeg. A lényeg, hogy szexuálisan kihasználta. Tehát hallgassuk meg, hogy mit mond ez a lány, és utána térjünk vissza egy kicsit. Ebben a videóban a lányok többet fognak beszélni, mint én, de szerintem a történetet nagyon-nagyon jól körbeírja az egész. Lényegében én eredetileg egy Wattpad író voltam, amikor felbukkant Nabu és a Wattpad szutykok, mint jelenség. Sok nézője meg akarta lovagolni a hype-ot, így tömegével gyűltek a neki írt írások, amiből elegünk is lett. Így jó pár íróval egyetemben felkerestem őt ez ügyben 2019. szeptemberében, amit igencsak diplomatikusan kezelt. Ekkor múltam el egy-két nap ilyen 15 éves. Ahogy telt az idő, egyre több mindenről beszéltünk. Megosztotta velem a magánügyi dolgait, ahogy én is az enyémeket. Az első hosszabb hívásunkkor viszont igencsak felmelegedett a téma. Elkezdte őt izgatni a stílusom, a hangom, rengeteget bókolt nekem. A hívás végére pedig már azon kaptam magam, hogy segítenem kell neki abban, hogy a vonal másik végéről kiverhesse. Nekem ekkor volt egy párom, aki észre is vette rajtam a változást, és nem volt jó megérzése Nabuval kapcsolatban, de végül szakítottunk a féltékenysége miatt. Gyakorlatilag utólag látom, hogy mindenben igaza volt. Ahogy teltek a hónapok, látszólag sokat segítettünk egymásnak lelkileg, mert ő is a padlón volt, és én is. De közben a hívások megismétlődtek. Rengetegszer utalt nekem arra, hogy milyen szívesen megdugna 3 év múlva, amikor elmúlok 18. Nem mertem szólni senkinek. Főleg azért, mert megtiltotta, hogy bárkinek elmondjam, hogy mi egyébként ismerjük egymást. Mindig megkért, hogy este töröljem a beszélgetésünket, de egy idő után már nem tettem. Valahogy mindig éreztem, hogy a saját maga képére akar engem formálni, ugyanis belém ültetett egy nagyon erős paranoiát és szorongást az emberekkel kapcsolatban. Nem mertem barátkozni, megbízni másokban, csak benne. Mert azt mondta, hogy mások rajta kívül csak ártanának nekem. A 2020-as karanténtól kezdve elkezdett egyre több rajzot kérni tőlem, amiket teljesítettem teljesen ingyen. Az egyiket be is állította úgy, mintha ő csinálta volna egy barátunknak. Ekkoriban már kevesebb volt a szexuális löket, de sokkal több a grooming. Ne bízzak ebben, se abban. Mindenki árt. Az egyik exét ekkoriban ismertem meg, akinek elmondtam mindent. Ő pedig megpróbált tőle megmenteni. Sajnos nem hallgattam rá. Nyáron összejött egy nálam 1-2 évvel idősebb lányjal, és bár nem tartott sokáig, de eléggé furcsáltam az egészet. Végül a 16. születésnapom után úgy döntött, hogy kilép az életemből. Nem mondott indokot. És összejött a legutolsó exével, akit szintén tönkretett lelkileg. Nagyon nehezen szedtem össze magam abban az időben, amíg nem beszéltünk. Pánikbetegség alakult ki nálam az emberek miatt, mert folyton visszhangzott a fejemben minden, amit Nabu másokról mondott. Úgy éreztem, hogy egyedül vagyok, és rajta kívül nincs senkim.
Végül lettek hűséges barátaim, kialakult egy egészséges párkapcsolatom, és nagyon boldog voltam. Egészen addig, még egy részeg estén fel nem hívtam Nabut, hogy mégis miért hagyott ott magamra. Elmondta, 2 hét múlva pedig újra beszélni kezdtünk. De akkor már erőteljesebben éreztette velem, hogy mennyire érettebb lettem, és kívánatosabb. Nem zavarta a párom, akit személyesen ismert is. Apropó, összesen 4-szer találkoztam Nabuval, de mivel ritkán voltunk kettesben, ezért nem volt alkalma bármi olyat tenni vagy mondani, ami nem lett volna elfogadható. Talán csak a 3-asra invitálása zavart nagyon, mivel a párom nem bukott a férfiakra, és nem vette figyelembe. Ekkoriban szakított azzal a lánnyal, akivel összejött, miután engem kihajtott az életéből, teljesen összezuhant. Nekem kellett ápolgatnom a lelkét, és közben a saját gondjaimmal is foglalkoznom. Kezdődött előről, hogy egymás lelki szemetesei voltunk, viszont sosem tudtam neki teljesen megbocsátani. A hónapok alatt, mintha sokkal több lett volna a szexuális utalása, mint előzőleg összesen. Ekkor már felvállalt, hogy ismert, mert kierőszakoltam. Nem akartam egy árnyékba húzódó asszisztens lenni, hiszen így is kezelt sokszor. Decemberben meg is kértem, hogy hagyja abban, ne írjon nekem 18 pluszos dolgokat. Erről van screenshot is. Szerinte amúgy nem volt sok, de hát ez ugye relatív. Kaptam tőle dick pic-et, elküldte a maszturbálásra használt eszközeit, anyucinak nevezett, állandóan várta a visszaigazolást, hogy ugye nem kicsi a farkam. Február viszont egy húzós hónap volt, sokat veszekedtünk, szerelmet vallott nekem, ultimátumot adott, hogyha 2 év múlva nem jövök össze vele, akkor nem lehetünk barátok. A család jetszitte előttem, köztük a testvérét is, akit viszont én eléggé kedvelek, én pedig végső elkeseredésemben felkerestem a legutolsó exét. Bele rengeteg mindent átbeszéltünk, és sok tapasztalatunk volt ugyanaz, vagy nagyon hasonló. Szóval summázva, Nabu szempály egy kényszeresen hazudó energiavampír, aki kihasználja a barátnőjét, a fiatalkorú nézőjét, a jóhiszemű grafikusait, manipulál mindenkit, aki csak a közelébe kerül, és hosszú évek óta senki, de senki nem tudott ellene tenni semmit. Tehát, belekényszerítesz valakit abba, hogy 2 éven belül jöjjön össze veled, mert különben nem beszélsz vele? Ezt 15 éves lányan megcsinálod? Lassan 30 évesen? Ez nagyon férfias múlva amúgy. Kinek jut eszébe ilyen, ha nem egy hozzád hasonló víb patkánynak? Miattad nézik le az animés közösséget, miattad nézik le a furrikát, és miattad nézik le a youtubereket? Miattad nézik le az emberek azt, amit csinálni próbálunk a YouTube-on? Te is fested a körmöd, kiúzod a szemeidet, az emberek majd azt fogják mondani, hogy jaj, buzik, mert gondolom vannak ilyen konzervatív emberek, akik ezt lenézik, és egy ilyen ember, aki konkrétan egy predátor, csak még jobban emelni fogja a konzervatív embereknek a szemében azt a képet, amit ők kialakítottak. Te egy rossz példa vagy. Mindenre. Te egy rossz férfi vagy, egy rossz ember vagy, egy rossz videós vagy. Undorító vagy. Te tényleg azt hiszed, hogy a kis 70 ezer feliratkozó saját csatornád majd a birodalmad lesz, és hogy ebben a közösségben te leszel a király? Egy narcisztikus, egoista pöcs vagy, akit a valóságban soha senki nem szeretett. Szóval az elmebeteg agyaddal kitaláltál magadnak egy másik világot, ahol majd a kiskorú lányok lesznek az asszisztenseid. Apropó, asszisztens. A videódban van egy kitalált karakter, aki az asszisztensed, és ha jól hallottam, gyakran vonzott téged, ez még szexuálisan is. Mi lenne, ha 2 dimenzió között tudnál valamilyen vonalat húzni, és eldöntenéd azt, hogy most akkor 2D-s lányokra vered a faszodat, vagy 30 év körül keresel egy nőt magadnak, de ne kislányokra írj. Erősen kétlem, hogy létezik olyan 30-as nő, aki hozzád érne. De mindegy. Oké. A saját korosztályodban nem fogsz találni senkit. Ezért manipulálod a kislányokat. De most hallgassuk meg a másik lányt, aki együtt is volt Nabuval. 17 évesen jöttek össze. Adom a szót. Ákossal 2020 őszén ismerkedtem meg, amikor én 17 éves voltam. Ekkor alig egy hete lett vége az előző több mint 2,5 évig tartó kapcsolatomnak, ami nagyon toxikus volt, és a szakítás is nehéz volt. Ez a kapcsolat nagyon megterhelő volt, és érzelmileg sérült voltam utána. A szexem nem nézte jó szemmel, hogyha másokkal beszélek és ismerkedek, ezért szomjaztam az új élményekre és az emberekre. Ákossal ekkor kezdtem el beszélni. Emlékszem, kicsit megtisztelőnek éreztem, hogy beszél velem, mivel én is néztem a videóit évekkel ezelőtt. Csak pár napja ismertem, amikor mondta, hogy tetszem neki, és találkozhatnánk.
Én ezt visszautasítottam, mert fel akartam dolgozni a szakítást, és nem akartam azonnal belevetni magamat egy új kapcsolatba. Ekkor elmagyarázta, hogy szerintem ennyire az a legjobb ilyenkor, hogyha találkozok valaki újjal, aki többet tud nekem nyújtani, mint az exem, és hogy ő mennyire megtalálta bennem azt, akit keres. Akkor még nem értettem, de most már látom, hogy ez is manipuláció volt, főleg, hogy tudta, hogy mennyire össze vagyok zavarodva. Találkoztunk egy kicsivel később, ahol az első találkozásunkon hazudott a koráról, 25-nek mondta magát, és csak a kapcsolatunkban derült ki, hogy 27, akkor is csak azért, mert éreztem, hogy nem mond igazat, és kinyomoztam a korát. Ákos az az ember, aki nagyon úgy érzi, hogy a világban ellene. A történetekben, amiket elmesélt az életéről, mindig kivétel nélkül őt hagyták el, ő volt, amely nem értett fél az áldozat. Természetesen a dolgok közel sem úgy történtek, ahogy azt ő előadta, azóta beszéltem több emberrel a múltjából, és a történeteket teljesen más megvilágításból is hallottam. Sajnos elhittem mindent, amit mondott magáról, és nagyon szerettem volna neki segíteni, mivel láttam rajta, hogy egy sérült ember, és csak utólag láttam, hogy Ákos nem akar magán segíteni. Egyáltalán nem lépett túl a múltban történt sérelmeit, mindig másokat okol egy konfliktus helyzetben. Nagyon érte ahhoz, hogy hogyan magyarázza ki magát egyes helyzetekből, hogyan tüntesse fel magát jó szerepben, és hogyan érje el azt, hogy meggyőzze a közönségét. Erre a tulajdonságára nagyon is büszke, amikor ez szó szerint manipuláció. A kapcsolatunk alatt inkább asszisztensének éreztem magam, vagy néha már az anyjának is, aki mindig ott van neki, és lehetek az érzelmi szemetesek, elintézi helyette a dolgokat, a legkisebbeket is, amikor éppen abban a pillanatban lusta, vagy nincs kedve. Például volt olyan is, hogy komplet egyetemi bandandót csináltam meg neki, ami azért is volt bizarr, mert én voltam 17 és gimnazista, és ő volt 27. És természetesen a szívességeimért semmit sem kaptam vissza, gyakran egy köszönömöt sem, mivel úgy érezte, hogy mindez jár neki, és garantáltnak vette, hogy kiszolgálom. Mindig talált valamit, amivel igazolhatja a tetteit, és gyakran a mentális problémáit hozta fel a dolgai igazolásaként, pedig ő is mindig mondta, hogy az, ha valakinek mentális betegségei vannak, az lehet magyarázat, de sosem ok gonosz tettekre. Ennek ellenére mindig ő a saját lelki gondjait hozta fel védelemként. A mentális gondjait nem érezném fernek, hogyha részletezném, mert akármennyire is ártott nekem, nem akarom kiteregetni, viszont annyit elmondhatok, hogy gyakran megkérdőjelezte azt, hogy szeret engem igazán, kíván engem igazán. Ezeket ki is mondta nekem, ugye szeretlek, ugye kívánok, ugye akarom ezt a kapcsolatot. Erre nekem mindig igent kellett mondanom, mert megparancsolta nekem, hogy nem hagyhatom azt, hogy szakítson velem. Ezeket a legrosszabb időszakokban minden egyes nap többször mondta nekem, és gyakran azóta se érzem magam szerethetőnek vagy kívánatosnak. A kapcsolatunk elejével kezdődtek meg a pánikrohamaim is, amik nagy részben akkor történtek, amikor együtt voltunk. Sokszor szexuálisan kihasználva éreztem magam, hogyha nem mentem el, akkor mindig rosszul éreztem magát, emiatt kötelességemnek éreztem, hogy megkapja azt az ego boostot, és azt, hogy lefeküdjek vele még akkor is, hogyha nem akartam. De úgy éreztem, bele kell mennem, mert egyszerűen nem tudtam, hogy mit is akarok igazán. De az igazság az volt, hogy nem akartam az egészből semmit, és ezek okozták a pánikrohamaimat. Ez akkor csúcsosodott ki, amikor egyszer szex közben volt egy nagyon rossz pánikrohamom, ami szimplán a testem reakció volt arra a helyzetre, amikor azt kellett volna mondanom, hogy nem, ez így nem jó. De egyszerűen nem tudtam, mivel 17 voltam, előtte semmilyen tapasztalattal. Mellesleg a szakításunk óta ezek a pánikrohamok teljesen eltűntek. Rengeteg red flaget ignoráltam, sajnos viszont két konkrét esetet tettem neki szóvá a múltjából, amik mellett nem tudtam elmenni. Mesélt nekem egy lányról, aki 15 éves volt, amikor beszéltek. Nem mondott el nekem sok mindent, de éreztem, hogy elhallgat dolgokat vele kapcsolatban. Annyit tudtam, hogy nem tiszta barátság volt köztük, és ez a lány láttam ezt a lennákost, mint utólag kiderült, ez is egy hazugság volt a sok közül. Egyre sem megmondtam neki, hogy ez grooming volt, ez predatori viselkedés, hogy az ember 27 évesen 15 éves lányokkal beszél ennyi ideig, úgyhogy ami köztünk van, az nem csak barátság. Ezt ő nem értette meg, és rengeteg ideig kellett neki magyaráznom azt, hogy kurvára nem normális dolog, és nem értette meg. A másik dolog az volt, amikor Ákos kapott egy hosszú üzenetet egy régi exétől. Sajnos abból nem tudok most felolvasni, mivel a lány nem adott rá engedélyt, de annyit szerintem elmondhatok, hogy nagyon szomorú volt olvasni, mivel érezhető volt, hogy traumatizálva van az a lány Ákos miatt. Ákos ezt az üzenetet elküldte nekem, és egyszerű hisztinek titulálta. Sokkal jobb helyzetben vagyok azóta, mióta vége lett a kapcsolatomnak vele, viszont sok dologgal a mai napig küzdök, amit ez a kapcsolat okozott.
Balcsú Ákos, azaz Nabu Senpai egy önző, egoista, manipulatív ember, aki fiatal lányokra hajt és kihasználja őket mindenféle lelkiismeret fordulás nélkül. Nos, ez nagyon durva. Elfogadhatatlan. Szintúgy. Viszont hoztam nektek egy harmadik lányt is, aki szeretne beszámolni erről. Ő is grafikus, ő is Nabunak az egyik barátja volt. Hallgassuk meg, hogy milyen volt a kapcsolata vele, mint grafikus, mint barát, mint áldozat, I guess, mivel ott nála is voltak szexuális próbálkozások, bár nem ilyen durvák. Naburól grafikusként és barátként. 16 éves voltam, mikor egy fanart alapján talált rám Nabu. Akkoriban művészeti iskolába jártam, tanultam a rajzolást, hogy a szakmám legyen. Kis tini szívem totál oda volt meg vissza, mikor Nabu felkért, hogy tervezzem meg az egyik Yu-Gi-Oh! Projekthez a jelmezeket rajzon. Cserébe nem kaptam volna semmit se, csak egy kis reklámot meg vendégszereplést a videóban. Már nagyban belemerültem a tervezgetésbe, a harmadik jelmeznél írt rám, hogy mégse valósul meg a projekt. Eléggé rosszul esett, de cserébe megkért jópámás rajzra továbbra is ingyen. Én voltam a hülye, hogy elvállaltam, de úgy voltam vele, hogy amíg csak tanulok, addig tapasztalatnak jó lesz. Csináltam is neki jó pár rajzot, dizájnot, logót. Használta is őket. De a beígért reklám nemhogy elmaradt, de még csak említés se tett róla, hogy kikészítette a rajzokat. Egyetlen egyszer tette ki a Facebook oldalára, mikor már nem túl kedvesen jeleztem neki, nem erről volt szó. Aztán jó pár alkalom is volt, amikor felkért ilyen-olyan dolgokra, addig el is vállaltam, amíg tanultam. Sokszor feleslegesen dolgoztam neki, mert mindig utólag szólt, hogy mégse kell az adott munka, vagy éppen mindent meg akar változtatni rajta. Amikor 6-8 órát ölök egy rajzba és kitalál egy totál random új koncepciót, az nagyon bosszantó volt. De mikor meglett a szakmám és elkezdtem grafikusként dolgozni, jeleztem neki, hogy sok a munka és őt se tudom ingyen elvállalni már. El is tűnt érdekes mód, még egy kis drámát is csapott belőle, hogy milyen gonosz vagyok, és inkább egy nálam fiatalabb lányjal kezdte el rajzoltatni a cuccait, aki ingyen vállalta. Egyszerűen nem értette meg, hogy ezt tanultam 5 évig, ebből élek, ebből fizetem az albérletet. Az új rajzolóját ráadásul ilyen kárörvendően az orrommal ádörgölte, magasztalta nekem, direkt hergelt ezzel, mennyit vesztettem én. Volt egy kis idő, mikor emiatt nem tartottuk a kapcsolatot, aztán 2021 tavaszán ismét elkezdtünk beszélgetni, és újra felmerült, hogy rajzolót keres. Nem engedtem abból, hogy nekem ez a munkám, azt hittem el is fogadta. Aztán kikuncsorgott tőlem egy nagyon baráti árat. Alig pár ezer forintért egy teljes brendet akart velem csináltatni. 3 karakterdizájn, borítóképek, emótok, logó, stb. Gondoltam, baráti jófejségből egyefene pontul voltam egy nagyon munkán, és lett volna rá időm. El is kezdtem dolgozni rajta, majd mikor lefixáltuk a részleteket, rá pár napra mindent elkezdett variálni rajta. Nagyot nyelve próbáltam kompromisszumot kötni vele, mire 2 hét múlva közölte, hogy nem tud várni rá, és az ő videói túl jók ahhoz, hogy az én rajzaimat használja hozzá. Persze egy fittinget se kaptam a rengeteg majdnem kész munkámért. 16 volt, amikor megismertem, eleinte nagyon sok témánk volt, anime, játékok, stb. Aztán, ahogy egyre jobban megismertük egymást, kiderültek a negatív dolgok. Sokszor azzal dicsekedett, hogy milyen alkesz meg, hogy mennyi lány döngetett meg. Emellett párhuzamosan csapta nekem a szelet, annak ellenére, hogy nekem párom volt és kiskorú is voltam. Hiába utasítottam visszapróbálkozott, hol mocskos perverz módul, hol cukim. Csak egyszerűen nem tudtam ezeket komolyan venni, elég gáznak láttam a szitut és próbáltam elviccelni. Akkor állt le ez az udvarlás, mikor kb. Elmúltam 18 és összeköltöztem azzal a fiúval, akivel már 16 évesen is együtt voltam. Azóta egész normális volt a kapcsolatunk, amíg nem elkezdte nekem sajnáltatni magát, sokszor minden bunkóságát a mentális betegségére meg az alkoholra fogta. Az elején naívon be is vettem minden szavát, és igyekeztem segíteni neki, de borzalmas energiavámpír lett belőle. 2021 nyarán költöztem saját lakásba egyedül, akkoriban szakított a sokadik barátnőjével, akivel kb. Fél éve együtt volt, így átjött hozzám vigasztalódni. Én meg ugye pont akkor szakítottam egy 6 éves kapcsolatban. Akkoriban sokat lógtunk együtt, de nem éreztem jól magam vele, minden folyton róla szólt, sokszor azt hangoztatta, hogy neki sokkal rosszabb a helyzete, mint nekem.
Ennek a tetejébe jött az is, hogy az utolsó exét bemutatta nekem, és nagyon aranyos csajszi volt, első látásra nagyon bírta, meg a legtöbb exe idióta volt, megutált engem. A csajszival időközben barátok lettünk, mikor még együtt voltak, és mikor Ákos megtudta, hogy miután szakítottak, én még találkozok a lánnyal, teljesen bekattant. Féltékeny volt, azt gyanította, össze fogunk jönni, és lelki zsarolásba fogott, ha ő nem lehet boldog azzal a lánnyal, akkor senkivel se. Borzasztó megterhelő volt a társasága, mindig ő akart minden magának, mint egy kisgyerek a homokozóban, ugyanakkor roppant sunyi és kihasználó természetű. Nem véletlen szakítottam meg vele a kapcsolatot, az exe meg az egyik legjobb barátnőm lett, kicsi a világ. Szóval, a grafikusokat gyakran fél érekért te általában ingyen dolgoztattad. 15 és 17 éves kislányokkal irattad meg az egyetemi beadandóidat, meg még ki tudja hány dolgot kértél meg erre és arra, meg hogy küldjenek képeket, meg nyögdítsenek neked a telefonba, és így nyilvánvaló, hogy nem selfit kértél, hanem képet a melleiről, vagy bármiről szexuálisan. Tehát a régi történeteidben mindenben te voltál az áldozat, így adtad elő, valójában viszont te vagy a predátor, aki gyűjti az áldozatokat. Ezek a szegény lányok tényleg csak felnéztek rád a szar videóid miatt, te pedig kihasználtad őket. Traumát okoztál nekik. Az egyetlen olyan dolog, amiért nem fogsz börtönbe kerülni, az a szar magyar törvény. Mert egy olyan országban élünk, ahol állítólag nagyon megvetik a pedofiliát. De azért 14 éves kor után már szexelnek a gyermekek fűvel, fával. Hiszen ez a beleegyezési korhatár. Nyilván egy tinédzser is érdeklődik a szex iránt, és ez természetes. De egy 15 évest is lehet manipulálni. Főleg, ha az illetőre még fel is néz ez a lány. És többször figyelmeztetése sem hagyta abban zaklatást, kedves Nabu. Az pedig, hogy megvárod azt, hogy alkohol hatása alatt legyen a lány, mert ezt nem is értem. Alkohol hatása alatt lesz, és úgy kérsz tőle szexuális jellegű képeket. Ez messze elfogadhatatlan, és tényleg erre annyit tudok mondani, hogy undorító féreg vagy. Nem hiszem el, hogy tényleg ilyet megcsinálhatsz. És láttam a screenshotokat, amiben írod, hogy mennyire félsz attól, hogy majd a rend videósok betalálnak, vagy hogy Manin betalál majd. Volt rá okod faszfej. Sziasztok!